Főtisztelendő plebános atya, biztosan szeretett testvéreim, a Szent József idős otthon lakói. Múlt vasárnap még emlékszünk az evangéliumra, Jézus megkísértése a pusztában játszódott, mert egyszerre a szabadságnak és a kísértésnek volt a helye a Bibliában, már az ószövetségi időkben is. De most ez az alkalom változtatja a színhelyet, Jézus egy hegyre megy föl, hogy színében elváltozva megmutassa istenségét. Ez szintén egy szimbolikus hely, a hegy, a vallási élmény szempontjából is. Már Mózes is a hegyen kapta meg a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Jézus a hegyen mutatja meg istenségét, de amikor elbúcsúzik tőlük, akkor is fölmegy egy hegyre, és ott adja áldását rájuk. Hát nekünk itt alföldi embereknek nincs hegy élményünk, a bácskai buckákat is már sokfelé hegyeknek nevezzük, de azért, ha eljutunk Erdélybe, vagy akár csak a Mátrába, akik nem szoktunk hozzá mindennapos élményként a magas hegyek látványához és tapasztalatához, elfog egy ilyen érzés, hogy hát ez a teremtésnek a csodája, mi mindent lehet innét látni, és valahogy ösztönösen ráhangolódik az ember az Istenre, aki mindezt teremtette. És ezért is a hegyeken való Isten élmény az visszatér, nem csak a Bibliában, hanem az emberek közös élményében is. És milyen a közös élménye az embereknek az Istenről? Volt egy vallástudós még a 20. század elején, egy Otto Rudolf nevű, vagy Rudolf Otto, attól függ, hogy magyarosan vagy németesen ejtem a nevét, aki arra szánta az életét, hogy megvizsgálta a nagy világvallásokat, hogy van-e bennük valami közös, hiszen mindegyik az Istent keresi valamilyen formában. És arra meggyőződésre jutott, hogy valahogy minden világvallásban az Istennel való találkozás egyszerre félelmetes, és ugyanakkor vonzó is. Félelmetes, mert rájön az ember arra, hogy az Isten milyen hatalmas, ő meg mennyire porszem az ember, és így fejezte ki, hogy numinózum et fascinózum, mi is szoktuk mondani, tremendum, hogy egy ilyen félelmetes Isten, és ugyanakkor vonzó Isten, azért ott van a mi vallási élményünkben is. És ez az élmény leszelídített formában Jézus életében is megmutatkozik, mert fölviszi a tanítványokat, akik ott álmékodnak, mert nem tudnak szóhoz jutni. Benne van a Szentírásban, azt se tudták, hogy mit mondjanak. Tehát ő bennük is volt valami ilyesmi, hogy az Isten egészen más. Nem mondható el, hogy pontosan kicsoda ő. Az ember szavakba tudná önteni az Isten kilétét, akkor már nem is lenne Isten. Hiszen akkor olyan lenne, mint egy tárgy, amit pontosan el lehet magyarázni használati utasításként. Tehát Isten fölötte áll ennek, egy mélységes titok is az ember számára. Még az üdvösségről is azt tartjuk, hogy a színről színre látásban se tudjuk kimeríteni az Istennek a nagyságát, hanem egy örökös, nagy mélyülés lehet a végtelen és hatalmas Isten megközelítésében és ismeretében. És akkor fölmennek oda, és Jézus színében elváltozik. Pedagógiai célzattal tette ezt, hiszen előtte is, utána is arról beszélt, hogy ő szenvedni fog, kereszthordozásban lesz része, még az is elmondta, hogy meg is ölik, de erről egyelőre ne beszéljenek, de a vége úgyis a föltámadásban végződik. Tehát kaptak egy ilyen indítást,
vagy egy ilyen biztatást a szenvedés idejére, mint a jó pedagógus szokta tenni a vizsgák előtt. Emlékszem rá, hogy volt egy nagyon szigorú matematika tanárunk, aki gyakorlatilag a legkeményebb volt mindig, szinte nem is volt hozzánk biztató szava évközben, amikor odajött, elérkezett az érettségi ideje, akkor azt mondta, gyerekek, nyugalom, menni fog. Hát olyan biztatás volt számunkra, hogy az, aki bennünket mindig sarkalt, hogy kevés, nem tud semmit, végre azt mondta, gyerekek, menni fog. És adott egy löketet mindenkinek. Tehát az Úr Jézus is így volt, hogy nagyon nehéz idők várnak ránk, de az Isten megmutatta dicsőségét és hatalmát. És akkor folytatódik az életük, és akkor amit ott kaptak, az egy örök élmény volt számukra, és nekünk keresztényeknek is, nem véletlenül írták le az evangélisták, mert valami olyasmi történt, ami meghatározó dolog volt számukra. Szent Péter apostol már öreg ember volt, és azt mondta, hogy mi nem kieszelt meséket mondunk, mi tanúi voltunk a hegyen annak, hogy ő megmutatta isteni dicsőségét, és amikor föltámadt, akkor csak megerősítette, hogy igen, az Isten fönséges és hatalmas, és ura az életnek, halálnak egyaránt. És amit ott mond, hogy ez az isteni szózat, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, ez már a kereszteléskor is itt a szép oltárképen. Láthatjuk, ugye, hogy már ott is elhangzik a szeretett fiú. Őt kell hallgatni, és ez vonatkozik ránk is. Hát mi nem fizikailag halljuk Jézust, de ugyanakkor az evangélium olvasása az az ő hallgatása, hiszen ez valamikor élő szóban hangzott el, a tanítványok továbbadták, később csak leírták, és maga a Szentírás is az isteni szónak, a meghallott isteni szónak a leírt változata. De már az ószövetségi szentírásra is el lehet mondani, hiszen a proféták sugallatokat kaptak, isteni szót hallottak, amit aztán később leírtak, és abból lett az ószövetségnek a könyve. Hát most ezen a szentmisén úgy külön szeretettel fordulok a Szent József idős otthonunk lakói felé. A héten rádió műsorból hallottam a következőket, idősek beszélgettek, hogy hát nagyon nehéz az időskor, igen nehezen szánta rá arra magát, hogy elmenjen az otthonba, hiszen megszokta ő azt, gyerekei egyik külföldön van, a másik messze van, hát már szinte nem tudja magát ellátni, hát nem tudott már magára gondoskodni, és így bement az otthonba, de annak van egy nagy haszna, mondta, hogy először is találkozom emberekkel, és valahogy ezt ebben a műsorban hallottam, hogy jobban ráterelődött a figyelmem Istenre. Sokkal többet gondolok rá, mint korábban. Igen, egy öreg embernek, aki megszokta a lakását, házát, hasonlít az élete, amikor bemegy egy öreg otthonba, mint annak az Ábrahámnak, akinek el kellett hagyni a szülőföldjét. Nem nagyon akart onnét menni, de Isten mondta, hogy menj. És hát el kell menni, mert nincs maradandó hazánk itt a földön, és utána tényleg ezt az időt jól is föl lehet használni, végig gondolva addigi életünket, a megmaradt időt kihasználni, nem üres járatú beszélgetésekkel, hanem okos szavakkal és lelki töltekezéssel. Különösen rászorul a mai idős nemzedék már erre, hiszen a legidősebb emberek, akik ma vannak, mondjuk 80-90 év fölöttiek, hát azok is az életüket egy ateista, kommunista világban élték le. Tehát gyerekek voltak, amikor ugye a másik világ elmúlt, és egy
teljesen Isten ellen és materialista világban élték le az életüket. Küzdeni kellett a hitért. Később volt, aki hát félelemből föl is adta, vagy elfeledkezett róla. Hát itt a nagy alkalom, hogy valamiképpen pótoljon dolgokat, és azt a mulasztást helyrehozza, ami az életében megvolt. Őt hallgassátok, mondta az Úr Jézus. Még senki, vagy a mennyei atya hangja, senki nem bánta meg, hogyha az Úr Jézusra hallgatott, ha megfogadta szavait. Éppen ezért hát elő kell venni a Szentírást, vagy egy jó olyan könyvet, amiben szép gondolatok vannak, apránként olvasgatni belőle, és elmélyedni ebben. Hiszen ezek az olvasások, ha nem is olyasfajta élményt, mint az apostoloknak a színeváltozás helyén, de egy ilyen belső lelki nyugalmat tudnak adni. Maga már az olvasás is olyan embernek, aki szeret foglalkozni szellemi dolgokkal, már az is egyfajta kikapcsolódást jelent, felüdülést jelentett, ha jó könyvet vesz a kezébe, de ha mondjuk az evangéliumokat magyarázataival együtt, meg az apostoli leveleket úgy olvas, hogy maga Jézus szól hozzám, maga az apostol szól hozzám, és nekem ebből mit kell megvalósítani, akkor már is kap egy nagybőti programot, aztán egy belső megnyugvást. Szoktam mondani a Szentírás olvasásánál, hogy ne tegyük le úgy, hogy nem jutunk el egy olyan gondolatig az olvasás közben, ami úgy szíven talán, hogy azt érezzük, hogy éppen nekünk szól. Én biztos vagyok benne, hogy nem sokáig nem kell fejezeteket olvasni belőle, hanem az ember olvassa, és akkor azt mondja, hát ez mai napra éppen nekem szól. Egy olyan gondolat van a Szentírásban, és annak az a nagyszerűsége, hogy mindig újabb és újabb meglátásokat hoz. Hát hogyha, mint a fiatal korban olvastunk egy könyvet, még közismert könyvet mondok, Egri Csillagokat, de valahogy kezébe veszi a mocskot a Gárdonyi, valaki kezébe veszi felnőtt fejjel, lehet, hogy a történetét tudja, de vannak benne olyan kifejezések, meg olyan események, amelyek újult erővel hatnak rá. Igen, ha egy világi könyvnek van ilyen ereje, akkor mennyivel inkább a Szentírás szavának, az örök isteni szónak, ami nem avul el, nem lesz olyanná, mint a tennap előtti újság, hanem mindig időszerűsítve szól hozzánk, őt hallgassuk. Igen, ezt mondja nekünk Nagybőjt második vasárnapja, ezt üzeni mindannyiunknak, és keressük az Istennel való találkozást. Mindenütt lehet találkozni a jó Istennel, hiszen maga az Úr Jézus mondja a szamáriai asszonynak, mikor kérdezi, hogy hol kell imádni az Istent? Ebben a templomba, a régi ószövetségiben, vagy Garizim helyén? Azt mondja, lélekben és imádságban, de azért a templom mindig hivatásosan annak a helye volt, ahol Istennel találkozhattunk. És mindig úgy jöjjünk ide, ne kötelesség vagy parancs vezessen, hogy jövök, mert ez egyház parancsa, hanem ez a meghívottság. És kérem az Urat, hogy találkozzam vele, amikor felolvassák az evangéliumot, a Szentírás többi részét, végzik a liturgiát, a szentáldozásban részesülök, hogy az Úr itt van. És mindig hétről hétre erősítsen meg bennünket azon az úton, amelyiken vagyunk. Nagybőjt Jézus szenvedésének, keresztútjának is az ideje, mi magunk is keresztúton vagyunk. Az egész világ keresztúton van, hiszen annyi szenvedés van, háborúk, természeti csapások, közlekedési balesetek,
mindenféle betegségek, annyi keresztút van, de nem mindegy, hogy milyen lelkülettel megyünk rajta. Szokták kérdezni, hogy honnét van neked erőforrásom? Van az Istentől. És ezt kérjük a mai szentmisében is, hogy azon az úton, amelyen megyünk, bár nem gyakori a színeváltozás élménye az életünkbe, az a végső időkre lesz számunkra az üdvösségben valósággá, de addig is segítsen bennünket az Úr, hogy a hétköznapi, vasárnapi találkozásonak tovább vigyenek bennünket hűségben Jézus Krisztus mellett. Amen.